5 nyeresség és 1 vereség után csoportelsőként jutott az elődöntőkhöz a Bálint Optika együttese. Az egyenes kieséses szakaszban először a lángszórós alakulatot győzte le 4-1-es arányba, majd a Django csapatát ütötte ki 7-3-mal. Ugyanilyen szépen menetelt a B csoportos romániai nagylak, így a döntőben ők állhattak szemben a címvédővel. A makóiak hamar megszerezték a vezetést, az első félidőt 2-0-ra nyerték meg. A második negyed órában már a nagylaknak is születtek találatai, azonban helyzetükön már nem tudtak változtatni. A Bálint Optika 5-2-re győzte le a határon túliakat, így megvédve címüket ismételten ők kaphatták meg az aranyérmet. Szponzoruk dicsérő szavakkal illette a bajnok focistákat. Hál' Istennek! Éveken át aranyérmeket hoznak, 2 gyönyörű szép ezüstérmünk van, ami számunkra igazi fehér arany, mert egy apátfalvi hatalmas nagy kupát sikerült már többször elhoznunk, és sajnos nem sikerült megvédeni, de hát ez egy új kihívás, és vissza kell menni érte. A nyílt kategória ezüstérmese tehát a romániai nagylak lett, míg a dobogó harmadik fokára a Django csapat állhatott fel. A 35 év felettieknél a garázsbaráti kör győzedelmeskedett, míg a 45 pluszosoknál a Zsivadán együttese bizonyult jobbnak, mint a duókor. A kispályás teremlabdarúgó bajnokság fontosságáról Karkas Mihály a Zsivadán Hungary Kft. Ügyvezetője beszél stábunknak, aki nem csak szurkolóként, de játékosként is részt vett a mérkőzéseken. Bármelyik csapatsportnak, vagy akár bármelyik sportnak nagyon komoly közösségépítő, közösségteremtő szerepe van, és a cégünk is pontosan ezt a közösségépítést vállalja fel azzal, hogy most már idén 6. alkalommal évadó szponzorként segítette a Marosmenti UFC-t, mint főszervezőt, illetve nyilvánvaló az, hogy ezt a gyönyörű makói sportcsarnokot rendelkezésre bocsájtotta az önkormányzat. Ez az összefogás az, ami lehetőséget ad arra, hogy nagyon klassz futball és akár futballon kívüli közösségek épüljenek. Az ügyvezető Cirbus Gábor alpolgármesterrel közösen adta át a díjakat. Makóváros önkormányzata melléállva a Marosmenti utánpótlás futballklubhoz minden évben igyekszik támogatni az év első legjelentősebb sporteseményét. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos odafigyelni a versenysport, a diáksport mellett a szabadidősportra is. Itt élen azért a lehetőségeink egy kicsit beszűkülnek, és ezért is fontos, hogy ilyenkor a teremben tudjunk sportolni. Több hétvégén tart ez a torna, ilyenkor rendszeresen minden hétvégén több mérkőzést tudnak játszani ezek a baráti összeszokott társaságok. Legyen szó akár egy kiöregedett labdarúgó csapat játékosairól, legyen szó egy munkahelyi kollektíváról. Én úgy gondolom, hogy mindenki jól érezte magát az elmúlt hétvégéken. Nagyon jó mérkőzéseket láthattunk, és igazi jó csaták voltak. A dobogós helyezések mellett külön díjak átadására is sor került, illetve minden csapat kapott egy futballlabdát. Makóváros önkormányzata pedig a legtöbb mérkőzést játszó duókor együttesének ajánlotta fel kupáját.